Mivel foglalkozol? Informatikus és informatika tanár vagyok. Igazából programozok otthon, és hát a gyerekeknek oktatom az informatikát. Van neked egy gyűjtőszenvedélyed, videójátékok, videokonzolok gyűjtése. Mik ezek az eszközök? Igazából ezek régi tévéjátékok, amikkel hát nekem még a gyerekkoromban találkoztam velük, az idősebbek viszont már olyan középkorosztály, tehát mikor középkorúak voltak, akkor találkozhattak velük. Ezek az első tévéjátékok, amik bejöttek lényegében az emberek tudatába. Ezek magyar... hogy működtek? Hogy működtek? Tehát volt egy doboz, és az első... abból hogyan lett játék? A legelső játékok azok lényegében kizárólag tévére lehetett rákötni őket. Antenna kábelen, tehát semmi extra nem kellett, ahova bedugták az antennát, oda bedugták a tévéjátékot, behangolták a tévén, és ezek után lehetett rajta játszani. De persze nagyon egyszerű játékokat, két pálcika között pattogott egy négyzet alakú labda. Ezek voltak a legelsők, és innen kezdett tovább fejlődni a dolog. Te ezzel hol találkoztál először? Gyerekkoromban találkoztam először, az egyik barátomék kaptak Németországból. Az még ez a pálcikás játék volt, és akkor lényegében az első komolyabb a Super Mario, amivel játszottam, és sokan ismerik, az pedig itt a közösségi házban, a könyvtárban két nyáron nyüstöltük a játékgépet, amit lett a közösségi ház. Ezek a játékok a korabeli kezdeti időkben Magyarországon mennyire voltak elérhetőek? Igazából szinte semennyire. Tehát a legelső játékokat, azokat Amerikában meg Japánban kezdték gyártani, és akkor, mikor lehetőség volt rá, akkor a Videoton cég megvett egy licenszet, és az alapján készült tévéjáték, magyar gyártmányú. Vagy pedig otthon a hobbi műszerészek összeállították a megtalálható alkatrészekből, és esetleg a központi egységet be tudták szerezni külföldről valami ismerettség révén. A játékok ezek hogyan voltak ezekhez a ketyerékhez elérhetőek? Az első tévéjátékokba beépített, tehát fixen 5 vagy 7 játék volt, semmivel nem lehetett bővíteni, bekapcsolta az ember, gombokkal kiválasztotta, hogy melyikkel szeretne játszani, és akkor bejött a tévén. Ezután jött a következő szint, lényegében ami kazettáknak hívtuk, kicsi műanyag, hát kazetta lényegében, kikapcsolt állapotba ki lehetett cserélni, és akkor amelyik játékot szerettük volna, azt raktuk be, visszakapcsoltuk, és betöltődött a játék. És amit nagyon nem szeretnek a mai fiatalok, a játékállást menteni nem lehetett. Tehát ha valaki ott meghalt a játékba, az egészet teljesen az elejéről kezdhette. Mennyire váltotta ki ezeket a számítógép, vagy kiváltotta egyáltalán, ma is játszanak az emberek konzolokkal? Igen, mindenképpen. Például ott van a PlayStation vonal, vagy az Xbox vonal, továbbra is versenyképesek játéktéren a számítógéppel. Van, aki a számítógépeket kedveli, van, aki meg a konzolokat. Tehát folyamatosan van fejlesztésük, és ezeket a régi gépeket is folyamatosan fejlesztik, tehát nem állt meg a tudomány. Szinte minden egyes géphez, ami ilyen játékkonzolhoz, ami kazettás volt, jelenleg léteznek SD kártyaolvasós kazetták. Magyarán nem kell begyűjteni a szinte alig létező játékokat külön-külön, hanem vesz az ember egy ilyen SD kártyaolvasót, és feltölti rá a játékot a memóriakártyára. Ezt beteszi a játékgépbe, és ott tud vele játszani. Mi a legrégebbi darab, ami neked van? A legrégebbi darab talán egy 1977-es tévéjáték. Az még ez a pálcika verzió volt, négyzet alakú labdával, és ha minden igaz, azon összesen 5 darab játék van. Hogyan alakult az, hogy te ezeket elkezdted gyűjteni?
Na ez az, amire nagyon nem tudok válaszolni. Emlékeimben egy online piactéren böngésztem, és akkor jött velem szembe az egyik Nintendo verzió, és akkor egyszerűen csak úgy kitaláltam, hogy akkor miért ne. Igen, kell, és akkor kell még egy, meg még egy, meg még egy, és akkor végül is eljutottunk odáig, hogy hova tegyem. Mert hogy aki ilyet gyűjt, legalábbis a ilyen ismeretségi körömben, kettő problémával szembesül, egy a helyhiány, a másik pedig az időhiány. Tudod, hogy nagyjából hány ilyen géped van? Nem, ezt képtelenség megmondani. Jönnek, kipróbálom őket, ami nem megy, azt igyekszem megjavítani, és ezután lényegében a kislányom leteszteli. Ha egy hetet kibír nála, akkor becsomagol és megy elrakásra. Néha előkerülnek ugyan, de soha nem tudtam megszámolni. Van egy minimális leltárom, hogy azért tudjam, hogy mit hol keressek, de soha nem értem a végére. Tehát akkor ezek a játékok, ezek a mai napig üzemképesek és működnek? Lehet velük játszani? 90-95%-a üzemképes, igen. Ez a gyűjtőszenvedély, ez nálad lezárul? Tehát van egy záró darab, vagy pedig a mai napig, hogyha találkozol egy újabb gyártmányú ilyen berendezéssel, akkor azzal bővíted a gyűjteményt? Hát így nem mondanám, hogy újabb gyártmányú. Van egy limit, tehát, vagy egy feltétel, minimum nagykorú legyen ez a játékgép, tehát 18 éves legyen. És hát még bőven vannak hiányzó darabok, mondjuk most már el kell gondolkoznom a méretén, mert tényleg nincs hová rakni őket. És amúgy a méret számít, hiszen azért régen, hát talán Magyarországon ez nem volt annyira divat, de voltak ezek a nagyobb játékgépek, amik ilyen hűtőszekrény méretűek voltak, nem, vagy legalábbis hasonlóak. Ezekkel hogy állsz? Sehogy, nem, köszönöm szépen. Tehát azokat végképp nem tudom már hova tenni. Néhány régebbi számítógéphez gyártottak monitorokat is. Na már most én a monitort se tudom már hova tenni. Úgyhogy korlátozott a hely, ezért oda kell figyelnem, hogy mekkora is az a dolog. Mi van a kiegészítőkkel? Azért ezek a berendezések vagy joystickkal, vagy hát esetenként billentyűzettel, bár talán ez a játékra annyira nem jellemző, voltak szerelve. Ezeket is sikerült fellelni ezekhez az eszközökhöz? Joystickból még van bőven, tehát azzal lényegében nincs gond. Az állapotuk az más téma. Billentyűzetek. Tudom, hogy léteznek játékgép, régi játékgéphez billentyűzet, de fotókon láttam kizárólag eddig. És nehéz. Nem gyártják őket. Van olyan, aki azt se tudja, hogy mi ez, mit ér, lomnak minősíti, és megy a kukába. Van olyan készülék, amit így a kronológiába ki tudnál emelni, hogy ez nagy élmény volt ezen játszani, vagy akár újból felfedezni? Hát talán a sokak által ismert Commodore 64-es, abból Péten azért volt egy pár, még régebben is. Jelenleg is tudok három embert, akinek van. És ami még nagyon érdekes, ez az Amiga 500-as, ami elvileg limitált széria. Ezt az 1 milliómodik számítógép kiadására adták, és mai napig nem tudom, hogy 5000 vagy 10000 darab ilyet készítettek anno. Játszani viszont nincs időmre. Tehát megjönnek, első az, hogy rendbe teszi az ember, mert olyan állapotban is vannak, mivel nem gyártják bármit, egy gyűjtő összeszed, majd ő eldönti, hogy az használható-e vagy nem. Ezután jöhet a tisztítás maga, aminél szinte mindent felhasználunk. Tehát volt olyan gép, amiből folyt a rozsda. És lyukacsos volt a fémlemez, tehát mint egy szita. Mire elkészült a tisztítás és össze lett rakva, azért csak működött. Tehát túlélte. Túlélőek ezek a gépek. Hát igen, már az előbb mondtad, hogy nincs időd, de azért megpróbálsz rajtuk játszani? Ez nosztalgikus egy ilyet bekapcsolni és mondjuk egy játékot futtatni rajta? Természetesen.
lányom képes rá, hogy rávegyen, hogy ezt-azt vegyük elő, előveszem neki, és akkor csak marad annyi idő, hogy egy páros játékot lejátszunk rajta. A mai gyerekeknek, mai fiataloknak mennyire játszható ez ma? Játszható és szeretik. Természetesen a grafikájukon meglepődnek, tehát azt azonnal általában leszólják. De ha valaki oda szabadul egy ilyen játékgéphez, és neki áll játszani, akkor azért nehezen teszi le. De a szülők is. Tehát az itteni kiállításon, amikor a szülőt, az apukát, az anyuka kiparancsolta a teremből, hogy most már aztán menni kell, apuka, de még 5 perc. Igen, ezeket általában ugye televízióval, ahogy mondtad is, antenna bemenetre csatlakoztatták. Mennyire megoldható a mai világban? Nagyjából megoldható, tehát továbbra is lehet antenna csatlakozóval használni őket, bár bizonyos tévéken vagy egyáltalán nem jön be, vagy nagyon rossz a kép, de az összes gépet továbbfejlesztették, mint ahogy mondtam, a memóriakártyákat. Ugyanígy megoldották az antenna bemenetet is, át lehet szerelni, aki ért hozzá, hogy ne az antennát használja, hanem valamilyen másik bemenetet, ami a jelenlegi tévéken is rendelkezésre áll. Fel tudsz idézni egy kalandos esetet, hogy jutott hozzád egy ilyen eszköz? Volt olyan, hogy sétáltam a piacon, és belerúgtam egy dobozba, amin egy fitness felirat volt, és miután kinyílt, akkor jöttem rá, hogy ebbe bizony olyan dolog van, amit én keresek. Volt olyan, hogy az eladó sem tudta, hogy ez micsoda konkrétan, vagy pedig a család, aki birtokolta, már régen nem használta el, is felejtette, hogy van, és te valahogy így jöttél rá, hogy mit őriznek még? Mind a kettő. Mind a kettő volt. Pétről kaptam hát legalább 10 alkalommal ilyet. Tehát, hogy van ilyenem, nincs, nem kell, foglalja a helyet, és szívesen odaadom, csak gyere el érte. Ezt most köszönöm is. És bizony vannak olyan eladók, akik nem tudják, hogy mit árulnak, online piactereken főleg, és itt problémát is szokott okozni, mikor kirak egy gépet töredék áron, és mikor a 100. telefoncsörök 10 percen belül, akkor rájön, hogy mit árul, és hirtelen a 10 vagy a 100-szorosára emelkedik az ár. Mennyire kutatod akár az online teret, akár a piacokat ilyen termékek után? Régen nagyon sokat, tehát hetente piac, naponta internet. Hát most már azt kell, hogy mondjam, jó, ha hetente egy alkalommal esetleg feljutok az internetre, hogy körülnézzek, hogy mi a helyzet. Családban, ismeretségi körödben mennyire respektálják ezt a gyűjtőszenvedélyedet? Segítenek, tehát ha tudnak, ilyen játékgépről, számítógépről szólnak. Családból is kaptam ilyet. Igazából a hely otthon az a gond. Továbbra is a helyhiány. De egyébként ismerőseid, kollégái tudják, hogy te ilyesmit gyűjtesz? Szoktam mondani, ha éppen olyannal beszélek, aki tudja, hogy miről beszélek, tehát ha azt mondom, hogy Commodore számítógépek, és eszébe jut, akkor történt már olyan, hogy van otthon, kell-e? Vagy van a nagymamámnál, kell-e? Más gyűjtők kerestek-e már meg, hogy nálad valamilyen játék esetleg megtalálható, ami nekik kellene, mert hiányzik a gyűjteményéből? Van ilyen. Van, amikor cserélünk, van, amikor eladásra kerül a dolog, de van, amikor megtartom bizony.
jártam úgy, hogy vettem 5 egyforma számítógép kiegészítőt, azt se tudtam mi az, lesz ami lesz. Jelenleg egyet se adtam el, mert mint kiderült, az első háromdimenziós gyorsítókártyáknak az elődje. És látszólag bontatlan csomagolásban van. Ezt majd egyszer megmondja valaki. Van-e neked valami olyan darabod, ami egyedi, ami értékesebb a többinél? Talán a kora miatt, vagy talán az egyedi kiadása miatt? Ezt az előző Amiga 500-as, az az egyik úgymond legértékesebb. Igazából mindegyikhez fűződik egy sztori. Van otthon olyan, amit abszolút én építettem 78-as újságból leírás alapján. De mindegyiknek, tényleg mindegyikhez fűződik egy sztori, hogy hogy kerül hozzám, hogy véletlenül meglátom, vagy hogy például itt a kiállításon délután visszajött egy apuka, hogy hoztam neked egy dobozt, és akkor volt benne egy Game Boy, meg egy másik tévéjáték. Vagy hogy van egy pár elektronikus dolgom otthon, ami nem kell, ki akarom dobni, nem nézné, de meg elmegyek, és akkor kihúzok belőle 2 komplett számítógépet, ami ebbe a korba illik. Ha nem csak a játékgépeket, hanem a régi számítógépeket is gyűjtöd? Igen, tehát nem csak a konzolokat, hanem a régi típusú gépeket is. Lényegében azon is játszottunk régen, mert az annó nem fejlesztésre, meg munkára volt használva, hanem elénk rakták, és akkor ment rajta játék ugyanúgy. A mai világban azért egy kicsit reneszánszát éli ez a régi fajta játékmód. Különféle számítógépes emulátorok, felületek vannak, ahol újból elő lehet venni ezeket a régi játékokat. Tudsz mondani néhány ilyen régi új játékot? A Sonic az például hasonló, mint a Super Mario, mind a kettőbe pályákat kell teljesíteni, az egyikbe aranypénzt gyűjtünk, gombával növünk meg, és virággal lövünk a Super Mario-ba, a Sonic-ba meg ugye hát ilyen aranykarikákat gyűjtünk, és minden világ végén vagy pálya végén van egy fő ellenség, akit le kell győzni. A Pac-Man-be ugye a pöttyöket kellett összegyűjteni, szellemek ellen. Hát ezt lehetne sorolni a végtelenségig. Voltak autóversenyek, talán a tenisz az, ami a legrégebbi, ugye, amit említettél is, a két pálcika közt mozgó golyó. Ezek közül neked van valamilyen játékod, ami mondjuk futtatható mai napig is? Játékgépen? Igen. Elvileg ezek mind. Tehát az összes, mivel a játékgépek nagy része működik, és amihez megvan a kazetta, mert van olyan, hogy a kazetta drágább, mint maga a játékgép, azt mindet ki tudom próbálni, vagy tudok vele játszani. Ezen kívül elkezdtek terjedni a bankkártya méretű számítógépek. Ebbe a kicsi műanyag dobozba is az van, ez egy teljesen új fejlesztés, legalábbis ez a bankkártya méretű számítógép, és erre bizony írtak egy komplett rendszert, ami 40 vagy 50 játékgépet tud emulálni. Gond nincs az antenna bemenettel, mert itt már HDMI-n lehet csatlakoztatnia a TV-hez, és megoldották azt is, hogy magát a kontrollert most már USB-n keresztül lehet csatlakoztatni. Vannak itt mögöttünk az asztalon magyar gyártmányú Videoton készülékek, Commodore készülékek. Az hogy jöhetett be Magyarországra abba az időbe? Erről vannak legendák. Jön haza a család az autó tetején a hűtő, felkötve ugye még a nagy nyugatról, és a hűtő nem volt üres. Tehát volt benne számítógép. Állítólag, ha esetleg a határőr kinyitotta a hűtőt és látta, akkor visszacsukta és mehetett, mert hogy ezeket igazából egy darabig behozni se lehetett. Ezért kezdett el régen a magyar állam kiadta a nagy cégeknek, hogy mindegyiknek kötelező számítógépet készíteni. Nem csak a Videoton számítógép létezik, az terjedt el
a legjobban talán. Gyártott itt a Matáv is, gyártottak magánemberek. Az egyik leghíresebb az a Homelab magyar számítógép, aminek egy testvérpár kezdte fejleszteni. Az első verziót miután megépítették, szétszették, mert nem voltak megelégedve. A második verziót se gyártották még cégek, ki voltak adva, tehát hozzá lehetett jutni a tervekhez, és otthon, aki tudta, megépíthette. Ezért van az, hogy van, amikor rá se ismer az ember egy ilyen számítógépre, mert ez aztán volt kicsi dobozba, nagy dobozba, egybeépítve a billentyűzete, külön építve. Aki már sok ilyet látott, az ránéz az elektronikára, úgy meg tudja esetleg mondani. Az itt látható fekete dobozos gép, ez hogy került a képbe? Ez mikori? Húha, ez a fekete dobozos gép, ez egy Sega játékkonzol, és a Nintendo ellenfele volt anno. Amerikában volt is egy úgynevezett konzolháború, amiből értelemszerűen most a Nintendo került ki, a Sega az teljesen eltűnt szinte. És hát olyan 90-es évek eleje lényegében ez a gép, erre van a Sonic, tehát ezen lehet játszani a Sonic. A Sonicot, a Sega-é volt a Sonic, a Nintendo-é volt a Super Mario lényegében. Az a zöld dobozos készülék ott a háttérbe, az mi? Az a Videoton TV játék, ez is magyar gyártmány, a licenszet külföldről vették meg. Ebben 5 darab játék van, majdnem ugyanúgy néznek ki, mindenhol pálcikákkal kell mozogni, van ahol 2 pálcikánk van, van ahol 3 pálcikánk van, az egyik mondjuk a tenisz, a másik meg a jégkorong lesz, és lényegében egy tekerővel kellett fellemozgatni a pálcikát. Ezek hogy voltak a korabeli időkben elérhetőek, illetve az körülbelül hanyos években tehető az a készülék? A 80-as évek közepe, eleje. Ezeket boltba lehetett beszerezni? Igen, ezek rendes gyártmányok voltak, tehát cégek gyártották nálunk a Videoton, de úgynevezett Pong chip van benn, ebből a Pong játékból, ami lényegében ez a pálcika, meg a négyzet alakú labda, a világ összes országában gyártottak ilyet, és végtelen mennyiségű és kinézetű van. Ami érdekes lehet, az még a régi időkből a kézi konzol, tehát nem csak otthon bedugva a konnektorba meg a tévébe, hanem már anno is, nem is tudom, 89-es, ha jól tudom, ez a kézi konzol. Akkor is lehetett hordozható játékokat venni. Ez a kvarc játékoknak az utódja lényegébe. Aki ismeri a kvarc játékot, az tudja, hogy azon egy darab játék volt. Ebbe viszont ugyanúgy a hátuljába kazettát lehetett tenni, cserélgetni, és akár össze is lehetett kötni már másik kézi konzollal, és mondjuk Tetriszt, ha minden igaz, Tetriszt lehetett egymás ellen is játszani. Hogy tervezed? Ezt amíg élsz, gyűjtöd, amíg élsz, gondoskodsz róluk, időnként kiállítod? Időnként kiállítom, hát a gyűjtésre amennyi idő marad. A legnagyobb probléma az, hogy már most is ott járok, hogy a beszerzett dolgok egy részéhez hozzá se jutottam, tehát nem tudtam kipróbálni. Ha esetleg kipróbáltam, akkor nincs átnézve rendesen. Tehát működik, de azért át kéne nézni, ki kéne tisztítani, meg kéne nézni, hogy minden rendben van-e vele. Tehát ha most befejezném a gyűjtést, akkor minimum 10 évre lenne még velük dolgom.